A műsor támogatója a Miskolc Autó és a Borsodi. Nekünk, akiknek ha meccs, akkor Borsodi. Köszöntöm a nézőinket! Önök a DVTK hivatalos Klub TV-jének magazin műsorát, a Napos oldalt látják. Immáron a 15. adásunkkal jelentkezünk, ma is érdemes lesz velünk tartaniuk, mutatom, mivel várjuk Önöket. Újabb mérföldkő, NB1-es férfi kézilabda a DVTK-ban. Ki a legjobb, a legszebb és a legokosabb? Tamás Márk válaszol a csapattárs kvízben. Az Egyesült Államokból Diósgyőrbe bemutatjuk Kirby Burkholdert. Klubtörténeti siker. A Visegrád Kupa döntőjében a DVTK jegesmedvék. Ez már nem csak játék. DVTK-MTK e-sport mérkőzés a Play It Game Show nagy színpadán. 2018 nyarától a DVTK keretein belül folytathatja szereplését az EGRI férfi kézilabda csapat. A fiúk a legutóbbi hétvégi Tatabánya elleni mérkőzésen is már piros-fehérben léptek a pályára. Körülbelül másfél-két hónappal ezelőtt kerestek meg minket a EGRI Eszterházi esélynek a képviselői. Ekkor vázolták számunkra az ő sportszakmai programjaikat és az elképzeléseiket, és ekkor közölték velünk, hogy szívesen látnák a DVTK-t, mint egy tevőleges részvevőt a EGRI kézilabdásének a további pályafutása során. Több szempontból is nagyon szimpatikus volt az ő elképzelésük, és ezért szívesen csatlakoztunk ez a kezdeményezéshez. Az EGRI kézilabda klub az már most is regionálisan egy meghatározó, sikeres kézilabda klub. Egy nagyon erős helyi beágyazottsággal rendelkezünk, emellett széleskörű regionális kapcsolatrendszerrel is. És viszont azt láttuk, hogy elértük a fejlődésünknek a határait. Tehát mi itt Egerbe kimerítettük azokat az eszközeinket, ami a fejlődés tovább elősegíthetné, és épp ezért segítség után néztünk, és egy lehetséges partnert és egy segítőt találtunk a DVTK család és a DVTK sportklub személyében. Mindketten kifejeztük közös szándékukat az irányba, hogy jövőre, tehát jövő nyártól közösen, közös névvel és közösen induljunk a magyar bajnokságba, és ezáltal egy EGRI központtal jöjjön létre a DVTK családnak a kézilabda szakosztálya. Ami a DVTK szempontjából egy közös előny, az pedig az, hogy azáltal, hogy egy NB1-es látványcsapat sportág a borsodi határokon kívül csatlakozni kíván a DVTK családjához. Ez azt mutatja, hogy ténylegesen észak-magyarországi régiós szereplőkét tudunk válni, és ez egy olyan lehetőség volt, amit úgy gondoltuk, hogy megragadunk, és mindenképpen közösen szeretnénk folytatni a munkát az EGRI kézilabdásokkal. Közös képpel rendelkezünk arról, hogy hogyan is kinéznie egy sportklubnak, egy sikeres sportklubnak, és tulajdonképpen ez a fajta tervünk hasonló. Tehát mi is a területiségben, a regionalitásban gondolkodunk, mi is abban látjuk a fejlődés lehetőségét, ha a környezetünkben lévő kisebb kluboknak a munkáját segítjük, és egy olyan egységes rendszert építünk ki, ahol tulajdonképpen a gyermekek a lehető legjobb körülmények között tudjanak sportolni. Mi ezt a kézlabdában elkezdtük, ebben hasonlóképpen látjuk a világot, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó alap arra, hogy együtt tudjunk működni a jövőben. És nagyon bízom benne, hogy értékes tagjaivá tudunk válni a DVTK családnak.
az itteni kézilabda szerető közönség a kézilabdát szereti. A címer az egy nagyon fontos dolog, de én erre volt tegnap egy beszélgetésünk a szurkolóinkkal és a szülőkkel, tehát a itt kézilabdát a gyermekek szüleivel, tehát a mi kis családunkkal, ahol mi ezt közösen megbeszéltük és eldöntöttük, hogy egy ilyen együttműködést, ez félszívvel nem lehet csinálni. Tehát itt vagy azt mondjuk, hogy mi igenis szeretnénk a DVTK család tagjai lenni, vagy nem. Tehát itt fél út nincs, hogy szeretnénk a tagjai is lenni, de nem is. Tehát innentől kezdve szerintem ezek már nem kérdés, hogy amennyiben ez megtörténik, akkor mi ezen tudunk változtatni. A DVTK-s piramisrendszernek a csúcsán ugye mindig a DVTK NB1-es csapata foglal helyet. Ez jelen esetben is így történik, azzal az eddigi évekhez képest azzal a különbséggel, hogy ennek az NB1-es csapatnak a székhelye az Eger városa. Tehát nem is szándékozunk elmozdítani, én úgy gondolom, itt megvan az a helyi kötődés, helyi szurkolóbázis és helyi hagyományok, amik nem kérdőjelezik meg azt, hogy ennek itt létjogosultsága van. Hát ugyanezt a régiós utánpótlás képzési rendszert szeretnénk felépíteni, csak nem Miskolc, hanem Egri központtal. Bár a jelenlegi teljesítmény is tiszteletre dicséretre méltó, mi reméljük, hogy hozzá tudunk tenni olyan dolgokat, amivel ezen még lehet egy picit fokozni. Egyeztetett stratégia mentén közösen fogunk dolgozni, hogy felvirágoztassuk ezt a sportágat. Itt magát az Egri klubot is még sikeresebbé tudjuk tenni, és emellett pedig a térség kézilabda szerető embereit is ki tudjuk szolgálni, és kézilabdát zni vágyó gyermekeit is ki tudjuk szolgálni. Egy tekintet arra, hogy ezt a további támogatás, mert az Aragó Holdingnek egy friss befektetése a Mátra Metál kezdte el. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy ezt a, legalábbis nagyon remélem, hogy ezt a kezdeményezést, ezt a többi heves megyei cég is fogja követni, és remélhetően az ő segítségükkel is anyagilag is tovább bővülnek a lehetőségei az egri kézilabdázásnak. A mostani hétvégi meccsen már piros-fehérbe fog a csapat játszani, de alapvetően ez a DVTK név, illetve a DVTK színei, illetve a DVTK címér, ez nyártól fog megjelenni, és nyártól lesz, de nyártól beszélhetünk DVTK Egerről. Hogy ki a legtechnikásabb játékos a csapatban? Ki a hangulat felelős? Kinek a legszörnyűbb a frizurája? Vagy hogy ki a legtrendibb? Mi kérdeztünk, Tamás már pedig válaszolt, jöjjön a nagy csapattárs kvíz. Csapó 1. Nono, illetve Ugi, ők ketten, akik a legnagyobb cseleket csinálják a meccsen, illetve a legtöbb bőrt húzzák, ahogy szokták mondani. Úgyhogy ők a leglátványosabbak. Edzésen azért leradírozod őket? Persze, szoktunk nekik adni. Biztos tudják, hol a helyük, úgyhogy szépen kapják tőlünk is az ívet, úgyhogy... Ja. De hát az ellenfél védői elmennek rá, addig nekünk jó. Én csak örülök neki. Antal Boti barátomat mondanám. Ő edzői pályára próbál majd tovább tanulni, és szerintem jó edzőpáros lesz a Lipták Zolival terveik szerint, úgyhogy erre nagyon kíváncsi leszek a jövőben. Mindenki divatos, de aki a legextrémebben öltözködik, azt szerintem a Nono, mert két nappal ezelőtt egy fokban eljött rövidgatyában és téli kabátban és hosszú zokniban, úgyhogy őt mondanám, aki a legextrémebben öltözködik, össze-vissza, de követi ő is a divatot, meg próbál úgy öltözködni, ahogy a legnagyobb divatgurú. Most az Ugrai Roli le lett szavazva, hallottátok Boldog Tomit is, hogy a lightos spanyol zenéket annyira nem kedveli, úgyhogy őt leszavaztuk. A jó hangulatot a Nikos, Kocsis, Geri, Nono, Ugrai, Busai csoport diktálja, tehát hogyha ők valami hülyeséget elkezdenek, akkor így mindenki vevő rá, úgyhogy magával húzzák az egész brigádot.
Jelen pillanatban azt mondom, hogyha Ugrai Rolinak úgy jönnek be a számításai, és sikerül tényleg egy nagyon-nagyon jó szezont végigfutnia, akkor a jövőben külföldön is meg fogja állni a helyét, úgyhogy én szerintem ő benne van a legnagyobb jövő, de rengeteg fiatal tehetség van a csapatban, akik... Például Tamás Márk. Tamás Márk. Boldog Tamás, vezetőedzőnek mondanám, aki olyan 200 kilóval szokott fekve nyomni, illetve hát ezzel a paddal szokott ilyen 20-30 kilóval bicepszezni, bicet félretéve. Tomi mellett úgy gondolom, hogy Olá Bálintot kéne megemlítenem, aki úgy néz ki, mint Schwarzenegger ott hátul, mint láthatjuk, felsőtestre, úgyhogy ők ketten vezetik a csapatban ezt a pozíciót. Aki egyfolytában kötényre utazik, az a Nono egyértelmű. Tehát ő minden helyzetben megpróbál valakit bebőrözni. Ez gondolom azért is van, mert spanyol, de sokszor bejön neki, de utána ne tudjátok meg, hogy mi van. Tehát utána mindenki vadászik rá. És még mindig próbálkozik, nem adja föl, úgyhogy ő egyértelműen a kötény király, nagyon sokat oszt egy meccsen is, illetve edzéseken is rengeteget. Téged bebőrözött már? Persze, de utána kapott is, ahogy utolértem. Úgyhogy, ja. De igen, én is beleszaladtam már párba, sajnos, de ez benne van. Hát aki imádja a szelfiket lőni, olyat most nem tudnék neked mondani, de aki képet tölt fel éjjel-nappal, azt tudok egyet, a Kocsis Geri, ő mindig feltölt mindenhova egy-egy képet, és állandóan pozitív. Csak ezt írja alá. Be pozitív. Ezen rög az egész csapat, de ő imádja ezt csinálni, úgyhogy én szerintem most már direkt csinálja. Én szeretek föltölteni, ugyanúgy, tehát mindenki szeret magáról posztolni, úgy gondolom itt a csapatban, úgyhogy én is szoktam természetesen rengeteget posztolni. Facebookot annyira nem használom, az csak nagyon ritkán, de Instagramon ott élek rendesen. 2014-ben szabadügynökként játszott a Washington Mystics csapatában az előszezonban. Azonban a WNBA-ben nem lépett a pályára amerikai bedobónk Kirby Buchholder. Ezt követően Európa felé vette az irányt, és idén nyártól pedig már a DVTK Alu-Event csapatát erősíti. Mindig ez a játék volt, amit akartam csinálni. Amikor labdához érek, teljesen magával ragad. Imádom. The ball, like the game of basketball, so it's what I love to play. It's a big part of my life. I've played ever since. Életem legnagyobb részét a kosárlabda teszi ki. A főiskolai éveimet is ezt határozta meg, és utána is több országban játszottam. Ez az életem. So, different places in Europe, so it's a pretty big part of my life. Are you ready for the storm? Nagyon kicsi voltam, amikor megismerkedtem a kosárlabdával. Édesapám vett egy kosárpalánkot az udvarba, és ekkor kezdődött minden. Két idényt játszottam az egyetemi bajnokságban. Az elsőben még új voltam, fiatal, és ritkán jutottam lehetőségekhez. A másodikban már megértem a feladatra. Rengeteg tapasztalatot szereztem, és nagyon élveztem, hogy a legrangosabb egyetemi bajnokságokban szerepelhetek. Ez egy felejthetetlen élmény. Azt hiszem, hogy egy mindenhol bevethető játékos vagyok, aki jól megy a lepattanókra, jól dob, és a védekezésből is kiveszi a részét. Az ügynököm által kerültem Magyarországra, de először egy másik csapatba, mert a menedzseremnek ott voltak kapcsolatai. Nagyon jó szezonom volt, jól ment a játék, és biztos vagyok benne, hogy ez keltette fel a DVTK érdeklődését.
Megkerestek, én pedig örömmel érkeztem a csapathoz. Minden ország más, mindenhol új élmények várják az embert. Nagyon megszerettem Magyarországot, és szerettem az előző klubomat is, annak ellenére, hogy nem voltunk annyira sikeresek. Szeretem az országot, és ezért is jöttem Diósgyőrbe, hogy az Európa kupában egy magasabb színvonalú csapatban is megálljam a helyem. Remélem, sikerül. Nagyon jól kijövünk a lányokkal a pályán, és azon kívül is. Jó közéjük tartozni. He's a good coach. He knows his stuff. He knows basketball. Stefan Svitek egy nagyon jó edző, nem mindig egyszerű vele, de mindig megköveteli, hogy a lehető legmagasabb szinten játszunk. Ez persze a mi érdekünk is. He pushes us and tries to get the most out of us, so. Mindent meg szeretnék, és meg is fogok tenni a pályán a csapatért, ami tőlem telik. Támadásban és védekezésben is segíteni akarok, de jó a közösség, mindenki csak győzni akar. Nagyon jó itt, imádom a szurkolókat, főleg az előző szezonhoz képest, ahol a hazai meccseinken kb. 50 ember előtt játszottunk. A hazai és az idegenbeli meccseken is zseniális löketet tudnak adni a diósgyőri ultrák. Lenyűgöz ez a hangulat. Egy szóval nagyszerű. Döntőben a Jeges Medvék. A Visegrád Kupa elődöntőjének visszavágóján a fiúk a HK Poprád együttesét fogadták a jégcsarnokban. A 4-1-es magabiztos győzelemnek köszönhetően pedig biztosították helyüket a Visegrád Kupa döntőjében. Ez földön kívüli, ez nagyon jó teljesítmény, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt látok. Amiben mindenki bízott, de amire senki se számított. 4-1-es hazai siker a Poprád elleni elődöntő visszavágón, ami azt jelenti, hogy a Visegrád Kupa döntőjébe a DVTK Jeges Medvék csapata. Amikor ez a sorozat elindult, hál' Istennek, hogy sikerült elindítani, akkor én azt mondtam, hogy ez egy világra szóló siker lenne, ami bejutnánk a négybe. Hát most nem ugye négybe jutottunk, hanem bejutottunk a döntőbe. Mindenek előtt azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű győzelem volt a DVTK és a magyar jégkorong számára egyaránt. Nem csak mi, hanem a MAC Budapest és az Újpest is szoros meccset játszott a szlovák csapatokkal, ami egyértelműen azt tükrözi, hogy a magyar jégkorong jó úton halad. I think it's a good message that Hungarian hockey is on the way forward, so that's good. A záró harmadban Galanis Nikandros két gólt is berámolt a szlovákok hálójába, ezzel pedig megpecsételte a találkozó sorsát. Természetesen annak még jobban örülök, hogy a csapat ugye nyert, úgyhogy úgy gondolom, ma is nagyon jó működtünk, mint csapat, úgyhogy nagyon büszke vagyok a csapatra ez a mai teljesítményre. Ilyen közönség előtt játszott, tényleg egyszerűen nem tudja az ember nem élvezni minden egyes percét, főleg ugye, hogy nyerünk is, úgyhogy úgy gondolom ez tényleg megint csak egy tökéletes este volt. Az az igazság, hogy én minden meccsbe belehalok saját meccseinkbe, én ha jó meccset akarok nézni, akkor nézek semleges meccset, vagy a tévében elnézhet, a saját meccseimben mindig belehalok egy kicsit. Végig izgultam, végig szenvedtem. Az igazság, hogy 2-1 után egy kicsit megnyugodtam, mert azt mondtam, hogy nem kaphatunk ki, mert jó játszott a csapat, nagyon jó játszott. Azt hiszem, egyre jobbak vagyunk. Van néhány visszatérő játékosunk, például a tavalyi év csapatkapitánya Hajós Roland.
Egyre jobban játszik, ez volt a harmadik meccse a sérülése óta. Azt gondolom, ezek megerősítik a csapatot, az ilyen találkozókon pedig rengeteg tapasztalatot lehet szerezni, ami minden játékosra pozitívan hat. Nagyon jó volt egy ilyen mérkőzésen játszani. Ez egy kicsit gyorsabb volt, mint az előző kettő, amit játszottam eddig, de hát próbáltam legtöbbet kihozni belőle, de azért még van hol gyorsulni. Nem fáj, csak azért még hiányoznak funkciók, lehet rajtuk javítani, úgyhogy ezen leszek elkövetkező időben, remélem a döntőben már még jobban fog menni. Fantasztikus. Ugye ezek a sikerek a szezonban, ugye mindig egy kicsit összép hozzák a brigádot. Úgy is mondhatnám, hogy ez egyért több alkalom, hogy tudjunk egyet inni együtt. Nagyon jó. Tehát ez, aki nem sportolt, az nem tudja, hogy ilyen. It means that we have something really. Ez a döntő most azt jelenti, hogy jó úton járunk. Sajnálatos módon a kontinentális kupa nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Nem sikerült a döntőbe jutni, bár nagyon közel voltunk hozzá. Most pedig néhány nappal ezután fel tudott állni a csapat és bejutott a döntőbe. Fantasztikus. Nekem az életem az, ahol itt zajlik itt a pályán, itt a népkedve már 30 éve, úgyhogy én most ennek tényleg rendkívül módon örülök, és valószínűleg, hogy néhány napunkban fogjuk majd felfogni egyáltalán, hogy hol tartunk és hová jutottunk eddig. Ez a Poprád, ez nagyon jó csapat, nagyon jó, nagyon gyönyörűen korcsáztak, állam volt nézni a játékokat, de az a csapat a miénk, ami egy ilyen közösség tud lenni, ez egy csoda tényleg, most nem nagyon találok szavakat, de nem örülök, és előre elgondolom, hogy január 10-én, nem is tudom, hogy 10-én, vagy 17-én játszunk itthon a döntőt, hát én nagyon remélem, hogy ez egy nagy miskolci hoki ünnep lesz. Annyit tudok mondani, hogy a csapat együtt fog játszani, és minden törvényteltet megteszünk azért, hogy az első Visegrád kupát mi hódítsuk el. Az ellenfél a szlovák Nyitra lesz. A DVTK elszakosztálya a Play It Games Unnat színpadán az MTK ellen játszott barátságos mérkőzést, a magas színvonalú show műsort több mint 500 néző kísérte figyelemmel. És ugye szervezte a DVTK a toborzó versenyét, kipróbáltam magam, hogy milyen lehet egy ilyen verseny, és jó eredményt értem el. Én is inkább az ilyen sokpasszos játékot preferálom. Való életben minden poszton megfordultam, ami elképzelhető, így a FIFA-ban is bárhol otthon érzem magam. Foci mellett futballozom egyébként NB3-ban, testsportszerűen, és mellette használom a játékot így időtöltésnek, a szabadidő eltöltésére. A rendes fociban kapus vagyok, és egyébként az esporton belül én 1v1 játékos vagyok, tehát ez a mindent irányító játékos. Van ugye a Pro Clubs, ahol egy-egy embert lehet irányítani, de abban én nem annyira érzem otthon magam. Igazából a szemkész koordinációt kell nagyon összehangolni, mert ugye nekünk nincs arra időnk, hogy lenézzünk a kontrollerre, hogy éppen mit nyomunk, vagy mit csinálunk, illetve adott esetben különböző trükkmozdulatok, változtatásoknak az azonnali kombinációját fejben tudnunk kell. Nyilván ezt az ember utána néz, megtanulja, és a tanulás után ezt minél több gyakorlással próbáljuk foganatosítani. Reagálnunk kell ugye az ellenfélnek adott esetben a taktikai módosításaira, tehát nem csak a fél időben lévő taktikai módosítások, hanem ott az alul lévő kis ikon
rokonok mutatják azt, hogy ő milyen mentalitással vág neki a mérkőzésnek, kicsit támadóbb, védekezőbb, erre is reagálni kell. És hát igen, másodpercek alatt kell eldönteni, hogy ragaszkodik-e az ember az adott taktikájához, ami adott esetben abban a pillanatban nem volt még eredményes, vagy váltani kell és az eredményesebb lesz. Ezt még a konferencián Cseh László olimpikonunk is mondta, hogy néha azért kell ahhoz türelem, hogy ne repüljön az a bizonyos kontroller. Azt hiszem ebben sikerült a 11 év alatt nagyon sokat fejlődnöm, felnőttesebb lett a gondolkodásom. Hogyha egy kicsit egyszerűen akarok fogalmazni, egy-egy rossz eredmény után nem akarom már átütni a monitort. Az, hogy csapatban dolgozunk, az egy nagyon jó dolog. Itt ugye javarész miskolci érdekeltségű emberekről van szó, van kötődés a klubhoz is, jó magam részéről is kisgyermekkorom óta Diós György Drucker vagyok, tehát számomra ez hihetetlen, hogy magát a címeres mezt hordhatom, és a DVTK-t képviseltem adott esetben ilyen rangos eseményeken. De összetartunk, próbáljuk segíteni a másikat, és próbálunk mindenben a másikat tolni, és csapatként nyerni, mert hogyha valamelyikünk sikert tud elérni, az az egész DVTK-nak jó, tehát mindannyiunknak előrelépés jelenthet. Cél mindenképpen az, hogy a lehető legtöbb versenyt nyerjük meg, illetve hogy a Pro Clubs-ba följussunk az első osztályba, illetve minél több játékost állítsunk ki a válogatottba is. Ez volt a Napos Oldal 15. adása, itt az M4 Sporton. Két hét múlva ismételten találkozunk, addig is ne felejtsék, ha együtt vagyunk, győzni fogunk. A viszontlátásra! A műsor támogatta a Miskolc Autó és a Borsodi. Nekünk, akiknek ha meccs, akkor Borsodi.